a más világról álmodozókról. Egykoron Zaratusztra is az emberen túl az álmát, mint minden más világról álmodozó. Az idét szenvedő és agyonkínzott Isten művének láttam a világot. Álomnak láttam az idét, a világot, és egy Isten költeményének. Színes füstnek, ami egy elégedetlen Isten szeme előtt bodorog. Jó és gonosz, öröm és szenvedés, én és te mindez színes füstnek tetszett nekem, alkotó szemek előtt bodorgónak. A teremtő el akarta szemét fordítani önmagáról, ekkor megteremti a világot. Mámoroské a kínlódónak elfordítani szemét tulajdonkínjától és elveszíteni önmagát. Mámoroskének kének és magavesztésnek tetszett nékem egykoron a világ. Ez a világ, az örökké tökéletlen. Örök ellentmondás képmása, és tökéletlen képmása, mámoros öröme, tökéletlen teremtőjének. Ilyennek tetszett nékem egykoron ez a világ. Ezenképpen szövém én is egykoron álmomat az emberen túl. Mint minden más világról álmodozó. Valóban az emberen túl. Ó én véreim! Akit én teremték, ez az Isten emberi déli bábvala, mint minden Isten. Ember vala ő, s csak nyomorult töredéke az embernek és énemnek. Tulajdonhamvamból és parazsamból kelt vala elém ez a kísértet, és bizony-bizony nem jöve túlról. Vajon mi történt azután én véreim? Legyőzém magamat. A szenvedőt tulajdonhamvamat vivém a hegybe, nagyobb lángot találék fel magamnak. És ime, ekkor eltávozék tőlem a kísértet. Kín volna az most nékem, és gyötrelem a meggyógyultnak. Ilyen kísértetekben hinni kín volna az most nékem és megalázás. Imígyen szólok a más világról álmodozókhoz. Kínvala és tehetetlenség. Ez teremte meg minden más világot. És az a rövid mámora a boldogságnak, amelyet csak a nagyon szenvedő ismer meg. Kimerülés, amely egyetlen ugrással akar végezni halálugrással, a szegény tudatlan kimerülés, amely már akarni sem akar. Ez teremte minden Istent és más világot. Higgyetek nékem én véreim, a test vala az, amely a testen kétségbe esett. Tapogatva kereste kezével, az eszeveszett szellem ujjaival az utolsó falakat. Higgyetek nékem én véreim, a test vala az, amely a föld során kétségbe esett, és hallá a léthasának szózatát. És ekkoron fejével át akart jutni az utolsó falakon, és nem csak fejével. Tehát a más világra. Ám de az a más világ jól el van rejtve az ember elől. Az az embertelenített embertelen világ, amely egy isteni semmi, és a léthasa nem szól az emberhez, hanem ha embermódra. Bizony, bizony! Nehéz bebizonyítani minden létet, és nehéz megszólaltatni. Mondjátok én, véreim vajon, minden dolog közt nincs a -e legjobban bebizonyítva a legcsodálatosabb dolog. Valóban ez az én és az én ellentmondása és zűrzavara még a legbecsületesebben beszél a maga létéről. Ez a teremtő, akaró, értékelő én, amely a dolgok mértéke és értéke és ez a legbecsületesebb lét. Az én, az beszél a testről, s kívánja a testet még akkor is, mikor költ, és rajong, és szárnya szegetten repes. Megtanul egyre becsületesebben beszélni, ez az én. És mennél többet tanulja, annál több magasztalni talál a testen és a földön. Új büszkeségre tanított engem az én énem, ezt tanítom az embereknek. Ne dugják többé fejüket a mennyei dolgok homokjába, hanem hordozzák szabadon ezt a földi főt, amely a földnek értelmet teremt. Új akaratra tanítom az embert! Akarják ezt az utat, amelyet az ember vakon megtett! Tartsák jónak azt, és lopva ne térjenek le többé róla valamiképpen a betegek, halódók! Betegek és halódók valának ők, akik megveték a testet és a földet, és kitalálák az égieket és a megváltó vércsöppet. Ám de még ezt az édes és sötét mérget is testtől és földtől vevék kölcsön. Nyomorúságuktól akarának elfutni, a csillagok pedig igen távol valának nékik. Ekkor így sóhajtozának. Vaj, ha volnának isteni utak, amelyeken más, jobb létre lehetne lopódzkodni. Ekkor kitalálák álutaikat és véresítókáikat. Hogy testüktől és a földtől immár elragadtatának azt hivék ők, ezek a háládatlanok. De vajon kinek köszönhették elragadtatásuk görcsöskéjeit? Testüknek és ennek a földnek. Töredelmes szívű Zaratusztra a betegek iránt. Bizony-bizony nem gerjed haragra vigasztalásuk és hálátlanságuk nemein. Hadd gyógyuljanak. Hadd győzedelmeskedjenek és hadd teremtsenek maguknak magasabb rendű testet. Azért sem gerjed haragra Zaratusztra a gyógyuló ellen. Ha gyöngéden pillant csalóka álma után és éj közepén istene sírhalma körül leselkedik, ám de még könnyeiben is betegséget és betegtestet látok. Sok beteges szerzet akat mindig azok között, akik költenek és az Isten szomjú hozzák. Őrülten gyűlölik a megismerőt és ama legfiatalabb berényt, amelynek neve becsületesség. Egyre hátra pillantanak. Sötét idők felé, akkorom persze őrület és hit még más dolgok valának. Az értelem örjöngése Istenhez hasonlóság, és a kételkedés bűn. Nagyon is jól ismerem ezeket az Istenhez hasonlókat. Azt akarják, higgyünk bennük, és hogy a kételkedés bűn legyen. És azt is nagyon jól tudom, miben hisznek ők legerősebben. Bizony, bizony, nem más világban és megváltó vércsöppekben, hanem a testben hisznek ők is legerősebben, és tulajdon testük nekik a magánvaló. Ám de beteges dolognak tekintik azt, és szeretnének bőrükből kibújni. Ennek okáért figyelik a halál prédikátorait, és prédikálnak maguk is más világról. Ti pedig, én véreim. Hallgassatok inkább az egészséges szavára, becsületesebb és tisztább szava van ennek. Becsületesebben és tisztábban beszél az egészséges test, a tökéletes és egyenes szögű. És a föld értelméről beszél. Imígyen szól az aratusztra.